Sziasztok, én Kati vagyok, és itt van mellettem a fantasztikus Csirke. Sziasztok! És ebben a videóban egy társas játékot fogunk nektek megmutatni, méghozzá a Star Wars peremvidéket. Ez a Fantasy Flight Games legújabb Star Wars tematikájú játéka. Ugye láttunk már egy csomót, a csatornán is bontottunk már ugye például a lázadást, igen. Valamiért csak az armadának jutott eszembe a neve. Ez egy kisebb léptékű, kisebb dobozú játék, ugyanakkor ez se egy pörgős parti játék. 2-3 óra van írva a dobozra, és legfeljebb 4-en lehet játszani. Ugyanakkor van szóló módja is a játéknak, hogy ha valaki egyedül ásna ebbe bele magát, akkor úgy is megteheti. Az van ráírva, hogy fejvadászok, zsoldosok és űrkalózok világa. Mi űrkalózok is. Úgyhogy még űrkalózok is lehetünk. Minden, amit rólam mesélnek, az igaz, mondja Lando Calrissian a legelső mondatában a leírásnak. Na figyelj, szerintem kezdjük el kibontani, és akkor közben meséljünk egy kicsit a játékról. Itt ugye nem minifigurákkal leszünk telepakolva, mint a lázadások esetében, de ez azért egy... Itt van a szabálygyűjteményünk, és ez egy külön kis oktató füzet is. Ez azért nem feltétlenül olyan nagy probléma, mert akármennyire is szeretjük a miniket, az azért tény, hogy irreálisan nagyot tud dobni egy játéknak az árazásán az, hogyha teleszórják minifigurákkal. Itt a kis punchboardunkat megpróbálom viszonylag kultúráltan fölnyitni. Addig te mesélj, hogyha találtál. Tök menő, hogy így van külön egy oktatófüzet, ami így lépésről lépésre elmagyarázza gyakorlatilag, hogy hogyan működik egy játék. Uh-huh. Ilyen példákon, meg mindeneken keresztül. Aztán meg a szabálygyűjteményben van gyakorlatilag kifejtve minden egyes szabály, és látszik, hogy azért ez egy elég komplex játék. Szóval vannak benne nem tudom, vérdíjak, meg titkok, meg szakértelmek, meg sérülések, meg piac, rakomány, úgyhogy mindenféle dolgok vannak benne. Itt ugye gyakorlatilag tényleg ilyen csempészek, űrkolózok leszünk, akiknek galaxis a különböző területein kell mindenféle legális vagy illegális feladatokat ellátni, és ezzel a leghíresebb vagy hírhettebb ilyen csempészé, űrkolózzá válni. Már majdnem elpakoltam, és akkor hallottam, hogy még valami zörög a dobozban, és ezt én már most imádom. Nagyon király. Amit itt megtaláltam, csak ezt is megpróbálom. Ügyesen bonts ki, ugye a pálya az ilyen kicsit moduláris, úgyhogy viszonylag szabadon össze lehet pattintgatni a különböző elemeket, ami azért jó, mert nyilván ezeken vannak az útvonalak, és így mindig egy kicsit más tud lenni a pálya, hogyha a magadnak rakod össze, és akkor tudsz egy kicsit variálni vele. Aha, és itt vannak az ismert és kevésbé ismert Star Wars helyszínek és bolygók, tehát a Mon Calamartól a Kesselen át a Tatooine-ig itt vannak azért a főbb helyszínek. Ez pedig, amit az előbb említettem, egy rohadt jó ilyen kis kétrétegű tracker. Hasonlót szerintem legutóbb a... hogy hívták azt az orkos zombisat, tudod? Aha, tudom. Az... A Black Plague volt az alcíme. Zombicide. Abba volt hasonló. Az azt hiszem műanyag volt, ez papír, de aha, attól függetlenül is tök jó, ebbe ugye tudjuk jelölni a progresszt, ahogy fejlődik a kis karakterünk, vagy hajónk, vagy minden a világon. Ja, a királyság, úgyhogy mindenkinek lesz nyilván egy ilyen kis sajátja, amin trackkelheti, hogy áll a karaktere. Emellett
pedig nyilván majd a hajónk lesz az egyik legfontosabb fejleszteni valunk, úgyhogy vannak is a különböző hajók a játékban. Ugye mindenki gyakorlatilag ugyanonnan kezdi ezt a játékot, egy kis egyes szintű karakter vagy egy basic hajóval, és aztán te döntheted el, hogy milyen irányba akarsz gyakorlatilag elmenni, inkább a legális vagy az illegális dolgokat részesíted-e előnyben, az ilyen melókat vagy az olyanokat vállalod el, milyen hajót választasz, hogyan fejleszted a karakteredet, és így tovább, és így tovább. És nyilván felbukkannak a játékban az ikonikus helyszínek mellett ikonikus karakterek is. Itt Csirke már el is kezdte ügyesen összerakni. Van itt Han Solo, meg Lando, meg ki van még? Boba Fett. Ez az izéből van? A Mandóból? Vagy hát előtte is volt már ilyen? Előtte is volt. Igen, a fejvadász droid az már a Birodalom Visszavágva is ott volt. Itt tudod, egy kicsoda. Tudnom kéne. Képregény. Jaj, nem tudom. Dr. Afra. Ő szerintem a legjobb karakter, amit a Marvel-féle Star Wars képregényekbe hoztak be. Ugye a Vader sorozatában jelent meg először, de utána saját szériát is kapott, és egy rohadt jó karakter. Itt van még Lando. Itt van még a... azt hiszem Bosknak hívják a gyékurat. Azt hiszem igen. Ő is egy fejvadász. A Zsivány egyesből a lány, akinek rohadtul nem fog eszembe jutni a neve. Hú, neki nekem sem. Én rajta is gondolkodtam az elég, de biztos, hogy nem fog eszembe jutni. És... viszont abszolút nem tudom, hogy kicsoda, teljesen esélytelen ez a... Sejtelem sincs, megnézzük a szabályban. Én közben itt pörgetem a hajókat, van itt Millennium Falcon, Slave One, ez a Houndstooth, aztán ez egy IG-2000, ez az Archangel, és mindegyik ilyen kétoldalú lap, úgyhogy... vagy az 1000 éves sólyama tiéd, vagy egy módosított YT-1300-as teherhajó. Aha, tehát hogy mindegyiknek van nevesített változata, igen, és úgy simán a hajóosztály. Igen. És nyilván kicsit mások a képességei például a hajónak. Nem feltétlennél, tehát nem csak nevesített dolgok vannak benne, hanem van, ahol más a két oldala a kártyának, ezek ugye a basic hajók. Uh-huh. És akkor lehet ilyen mindenféle hajó tuningokat választani. Itt vannak még mindenféle egyéb kisebb karakterek is, de Maszkanatától a tényleg a világon Saw Gerrera, fekete Krasantan. A Wookie, aki szintén a Dr. Afresh képregényekben van benne, de Trón Admirális, Hera Syndulla, tehát tényleg a Dengar, a filmek, képregények, sorozatok világából is beemeltek vegyesen egy csomó szereplő. És ugye ők az ilyen kis segítőink lesznek a játékban, akiket fel lehet így fogadni, gyakorlatilag a hajónk ilyen legénységeként, és akkor velük lehet nyomulni. Uh-huh. Van itt még 1 millió kártya. Azon gondolkodom, hogy le van írva a szabályban, hogy ki az a karakter, de kell, hogy legyen karakterlapja. Úgyhogy azon biztos rajta lesz a uh-huh. neve. Most már nagyon érdekel. Körgesd el, hogy... nem nálam van, nálad kell. Itt a... én még azokat a karakterlapokat találtam meg, ami a kisebb aha. szereplőkhöz tartozik, de biztos itt lesz akkor. Aha, Han Solo. Gene Erso. Tényleg. Zsivány egyeses. És Ketsu Onyo. Ki az a Ketsu Onyo? Halvány esetem. És ha ti tudjátok, hogy ki az a Ketsu Onyo, akkor írjátok meg kommentben. Írjátok meg, mielőtt Csirke megnézi. Én megnézem. Emellett pedig, ami még érdekessé teszi egy kicsit a játékot, amellett, hogy ugye mindig máshogy rakhatod fel a pályát,
hogy vannak ilyen narratíva kártyák, amik behoznak ugye ikonikus dolgokat magából a játékból, és egy kicsit mesélnek is arról, hogy most éppen ott mi történik, meg hogy történik, szóval nem tudom, ilyenek vannak, hogy egy ügyeskedő Twi'lek némi csempészárut ajánl számodra, igen jó áron a Tatooine-on. Vagy a Hattok új vérdíjat tűztek ki a fejedre, és akkor ilyenkor mindig történik valami, te döntheted el, hogy megpróbálsz-e valamit csinálni, például egy illegális droid viadal helyszínére keveredsz, ahol lehetőséged nyílik fogadni, és akkor csirke elkölthetsz legfeljebb 3000 kreditet, hogy dobj egy kockával, minden elköltött kredit 1000 kredit után, ha nem dobsz csikis csillagocskát, nem dobtam, szemet dobtam, akkor az elköltött összeg háromszorosát nyered. Úgyhogy nagyon szép, de megjelenik a játékban nyilván Jabba, el lehet menni teljesíteni a Kessel Runt, most pont a Kesseles kártyák jöttek itt velem szembe, meg mindenféle izgalmas helyszínek, meg események, a Mon Calamarin, meg ilyesmivel eljönnek. Megkerestem, és ő a Rebels animációs sorozatban egy mandalori fejvadász. Nice. Van még nekünk is mit bepótolni. Úgyhogy szerintem tök jó, nekem tökre tetszik ez, hogy ilyen két rétegű a board, és ilyen lehet mindenféle dolgokat csinálni rajta. Ugye nyilván a Fantasy Flight-nál imádják az egyedi kockákat, hogy ne standard D6 vagy D8 legyen benne, hanem ilyen kis csillagocskák, szemecskék, még nagyobb csillagocskák. Nyilván a játékmenet lesz majd kifejezetten izgalmas, még nem próbáltuk a játékot, mi is most találkozunk vele először, de ez, hogy mindenkinek kicsit más a karaktere, mindenki kicsit más irányba fejlesztheti, és közben ugye nyilvánvalóan ilyen hírnév pontokat gyűjtünk, amit nem csak az illegális vagy legális melók teljesítésével lehet megszerezni, hanem azzal is, hogy keresztbe teszel, nehogy Isten, lebuktatsz más fejvadászokat, akik ott ülnek melletted az asztal körül, úgyhogy van azért ennek ilyen kicsit kompetitív oldala is, változik a pálya, változnak a sztorik, meg nyilván a Star Wars világa, meg olyan, amit azért nagyon szeretünk, úgyhogy kifejezetten izgalmasnak tűnik ez. Nagyon tetszik nekem is, és még egyszer mondom, egyáltalán nem érzem azt problémának, hogy ezek ilyen kis karton bábuk és nem rendes figurák vannak a dobozban, és ezért nem kétszer annyiba kerül. Itt szerintem társasjáték. Szerintem semmi nem indokolja, hogy minifigurás legyen, mert valójában tényleg a bolygók közt fogsz vele csak lépkedni, szóval itt jobban örülök én is ennek a megoldásnak, mert minivel ez egy 10.000 forinttal drágább játék lenne, annak meg nem nagyon van értelme, ez inkább egy ilyen taktikázós cucc, és tényleg annak ellenére, hogy egy viszonylag kis doboz, 2-3 órára írják a játékidőt, ez tanulójátéknál valószínűleg még egy kicsit több, mert azért elég sok dolog van, amin át kell rágnod magad, szóval tényleg vérdíjat tűznek ki a fejedre, meg fejleszted a hajódat, meg luxus cikkeket vásárolhatsz magadnak, meg fegyvereket, meg mindenféle egyebeket, szívességet tesznek neked a Hattok, vagy te teszel nekik szívességet a szindikátusnak, úgyhogy izginek tűnik. Abszolút, teljesen rátörögtem én is, úgyhogy ki fogjuk majd mindenféleképpen próbálni. Mindenképpen rámegyünk, aztán legalább írunk róla. Igen. Meg mindenféle izgalmak. Eddig ugye a társasjátékos teszteket a print magazinban olvashattátok, de mivel ugye GameStar print már nincs, ezért a www.gamestar.hu-ra fognak egyből felkerülni az összes olyan cikk, amit eddig a magazinnak a másvilág rovatában olvashattatok, tehát könyvekről, társasjátékokról, filmekről, sorozatokról is ott fogunk írni tesztet, illetve kritikát. Ja, úgyhogy nekünk abszolút tetszik így első ránézésre ez a játék.
de nagyon kíváncsiak vagyunk a ti véleményetekre, ha már játszottatok vele, akkor főleg, de egyébként is, hogy az ilyen típusú játékok bejönnek-e nektek. Mi most nagyon szépen köszönjük nektek a figyelmet, reméljük, hogy tetszett ez a videó. Hoppá! És mielőtt el nem felejtem, egyrészt szeretnék megköszönni a Delta Visionnek ezt a társas játékot, de nem csak a Star Wars peremvidéket kaptuk meg, hanem a Bloodborne kártyajátékot is. Az ugye egy kártyajáték, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy arra nem kell külön egy unboxing videó, azért ez kevésbé látványos, de nem kevésbé izgalmas maga a játék. Kacival meg Dave-vel játszottam már a FanVDX-en, úgyhogy ott arról megtaláltok egy videót. A teljes játékról pedig természetesen készül cikk, úgyhogy nem csak a peremvidék, hanem a Bloodborne The Card Game tesztjét is olvashatjátok majd a GameStar-on. Úgyhogy, ja, nagyon szépen köszönjük tényleg, hogy velünk voltatok, reméljük, hogy tetszett, ha így van, akkor dobjatok egy lájkot, meg iratkozzatok fel, meg nyomjátok meg a kis csengőt, meg menjetek át a GSO-ra, aztán olvassátok el, hogy milyen társasokról, meg egyebekről írunk ott is, mert folyamatosan pörög az izgalmas content. Mi most nagyon szépen köszönjük nektek a figyelmet, találkozunk a következő videóban, sziasztok! Sziasztok!